Szóval, hogy taktátus 33-as lapja következik, és folytatjuk a Misnának az értelmezését. Misna ugye arról beszélt, hogy különböző vallási rituálék szertartások során a szertartásokhoz tartozó szövegek feltétlenül héberül kell, hogy elhangozzanak, vagy bizonyos esetekben bármilyen nyelven lehet őket mondani. És a Misna felsorolta, hogy mik azok a dolgok, amiket mindenképp héberül kell mondani, és mik azok a dolgok, amiket lehet bármilyen nyelven. Így jutottunk el többek között a felsorás első részében a smához, a Hajjel Izrael smá mondásához, amit bármilyen nyelven lehet mondani, legalábbis a Misna szerint. Viszont a Talmud idézte, hogy ez egy vita Rebi és a bölcsek között, ugyanis Rebi azon az állásponton van, hogy kifejezetten héberül kell mondani. A bölcsek szerint viszont bármilyen nyelven, és a mi Misnánk is a bölcsek véleményét követi. Mire alapozta Rebi azt, hogy kifejezetten héberül kell, hogy olvassuk a szöveget, arra, hogy a smában úgy fogalmaz a szövegbe, hogy jó a dvorim, ha éle, és legyenek ezek a dolgok, amelyeket ma parancsolok neked, és legyenek, mondta Rebi, legyenek úgy, ahogy itt vannak, úgy, ahogy a Tórában a smá szövege héberül szerepel, úgy legyenek ezek a dolgok neked. Ezzel szemben mit mondtak a bölcsek? A bölcsek azt mondták, hogy maga a Hajjad, Izrael, smá Izrael, ami egy szinonimája az értsednek, arra utal, hogy bármilyen nyelven, amit értesz, mondhatod a smát. Innen folytatjuk most a 32-es lap legalján. Lémak a szavedebi kalatöjre behallas nemra. Úgy tűnik ebből, hogy Rebi amúgy azon az állásponton van, hogy bármilyen más esetben, amikor a Tórát olvassuk, hiszen a Tóra olvasás az része a folyamatos zsinagógai szertartásnak, bármilyen ilyen esetben, amikor a Tórát olvassuk, akkor az bizony viszont lehet bármilyen nyelven. Iszálkat állítok például a könyv, és nem áll, vagy hagyod a kasszávra, mondod, lameli, mert hogyha nem ezt az álláspontot követni, hanem úgy gondolná, hogy a tóraolvasás is feltétlenül héberül kell, hogy legyen, akkor nem lenne szükséges arra, hogy a smá esetében a Tóra külön fölhívja a figyelmünket a vehajú és legyenek kifejezéssel arra, hogy itt bizony mindenképp héberül kell mondani a szöveget. Azt mondja, Talmud, nem, ez nincs így. Itztrich. Nem feltétlenül kell, hogy erre a következtetésre jussunk. Lehet azt is mondani, hogy Rebi, a tóraolvasás többi esetében is úgy gondolja, hogy kifejezetten héberül kell olvasni. Mi szükség van arra, hogy a smánál külön mondja azt, hogy vehajú és legyenek. Misumdich szív smá, mivel a smánál ott van az a kifejezés, hogy halljad, és ezt félreértelmezhettük volna Rebi szerint, félreértelmezhettük volna úgy, ahogy ezt például a bölcsek mondják, hogy értsed, vagyis, hogy bármilyen nyelven mondhatod, azért, hogy ezt ne értsük félre, és tudjuk, hogy nem ezt jelenti a smá, hanem azt, amiről már tegnap volt szó, hogy úgy kell mondanod a smát, hogy azt a füleddel halljad, ezért mondja azt a szöveg, hogy vehajú, és legyenek, ami egyben arra utal, hogy mindenképp héberül kell mondjad a szöveget. Oké, ez Rebi álláspontja. Mi a helyzet a túloldallal, a bölcsekkel? Lémek a szavarabban a kalattaira kullabi lassanka ides nemre. A bölcsek ugye azon az állásponton vannak, hogy a smát azt bármilyen nyelven lehet mondani. Akkor viszont ő az ő esetekben esetleg le lehetne vezetni azt, hogy a tóraolvasást viszont mindenképp héberül kell mondani, mert hogyha nem így lenne, éjszálkadájtak, behallasön, ha azt gondolnánk, hogy a bölcsek azon az állásponton vannak, hogy bármilyen nyelven lehet mondani olvasni a Tórát, akkor smád, kasszabrach, mannel, ameli, akkor mi szükség lenne arra, hogy ezt külön a smá esetében is, a smá
a hajad értsed kifejezéssel tanítsa nekünk a Tóra. Itzrich misundek szívbe hajú. Szóval a Talmud ugyanígy itt is, ez nem feltétlenül van így, mert a bölcsek azt mondhatják erre, hogy valójában a Tóra olvasás is lehet bármilyen nyelven. Mi szükség volt külön mondani a smánál, hogy lehet bármilyen nyelven, és utalni erre a smá magával, a smá szóval, a hajad értsed szóval. Azért, mert ugyanakkor ott van a szövegben az is, hogy hajú, és legyenek, amit úgy érthettem volna tévesen, mint ahogy ez például Rebbi magyarázza, hogy az legyenek úgy, ahogy itt vannak, tehát héberül, és ez egy téves értelmezés, mert valójában ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy legyenek, sorrendben legyenek, ahogy ezt már tegnap vagy az előző dáfon tanultuk, tehát hogy nem lehet fölcserélni a smá szövegének a sorrendjét. És eszentíva a hajú, és ehhez kellett a smá, ami viszont arra tanít bennünket, hogy a smát is lehet bármilyen nyelven mondani. Oké, megyünk tovább. Tfila, a következő dolog, amit a Misna említett, amit bármilyen nyelven lehet mondani, az maga az ima. Rachmehi kol heichad baim metzale. Azt mondja, Talmud, ehhez nem kell semmilyen utalás a Tórában, hogy ez így van, hiszen egy alapelv az, hogy az ima az könyörgés, és a könyörgést Isten bárhogy is mondja az ember, bármilyen nyelven is mondja, meghallgatja. Tvilebech a lassan? Tényleg? Az imád bármilyen nyelven lehet mondani? Amár Rabbi Huda le ilom álisal adom trachabe lassan a rámisz. Rabbi Huda azt tanította, hogy például az ember arámi nyelven ne kérje a szükségleteit Istentől, mert az ima meghallgattatásához szükség van az arkangyalokra. Az arkangyalok viszont nem tudnak arámiul, úgyhogy ne kérje arámiul a imáiban a szükségleteit, mert akkor az angyalok nem fognak segíteni az ima helybe jutásához, célba jutásához. De amire Jéhanan kolosélt, rachabba lassan, rami éme lachsörzni szkakinlaj, ahogy Rabbi Jéhanan mondta, hogy az, aki arámiul, ugye ezt érteni kell, hogy az arámi volt a második szentély, az első szentély pusztulása után és a babilóniai fogságba kerülés után a köznyelv a zsidók között. És azt mondta Rabbi Jéhanan, ha valaki arámiul mondja az imáit, akkor a arkangyalok nem segítenek neki abban, hogy imáit Isten elé vigyék le, fise imá lachessal, ezt már kéne lassan arámi. Mert az arkangyalok nem tudnak arámiul. És zárójelben jegyezzük meg, hogy nyilvánvalóan az angyalok spirituális lények, tehát az emberek a gondolatait is ismerik. Itt inkább arról van szó, hogy az arámi nyelv az nem kedves, nem szép Isten és az arkangyalok előtt, és ezért mondja, amit mond Rabbi Jéhanan. Tehát akkor nem igaz az, hogy bármilyen nyelven lehet imádkozni, és azt Isten meghallgatja, hiszen itt van Rabbi Jéhanan, aki azt mondta, hogy arámiul nem illik. Lőj kásje, habi, jachit, habi, cibur. Ezt mondja, Talmud, nincs itt tulajdonképpen kérdés. Attól függ, hogy egy személyes, magán imáról van szó, vagy egy közösségi imáról. Hogyha a közösségben imádkozunk, akkor a közösségi imának olyan ereje van, hogy az nem szükségelteti az arkangyalok segítségét, és ezért azt bármilyen nyelven lehet mondani. Ha magán imádkozásról van szó, az ember nem megy el minnyienben otthon, egyedül imádkozik, akkor azt mondja héberül, mert ott viszont bizony az arkangyaloknak a segítségére szükség van. Itt különben a gyakorlatban több vélemény is van, hogy ezt az egészet hogyan kell értelmezni. Van egy vélemény, aki azt mondja, hogy ez az egész és csak az arámi nyelvre vonatkozik, mert hogy az arámi a babilóniaiak nyelve volt, és a babilóniaiak zsidók ellenségei,
és ezért az arámi az, ami nem kedves Istenem, de amikor más idegen nyelvről van szó, akkor az a semmifajta megkötés nincsen. Mások azt mondják, hogy az összes idegen nem szent, tehát nem héber nyelvre vonatkozik. Aztán megint mások azt mondják, hogy az egész, hogy amikor az ember egyedül van, akkor nem imádkozhat csak is héberül. Ez azokra a személyes imákra vonatkozik, amit az ember maga talál ki, személyesen mond, de az olyan imák, amelyeknek a szövegét a bölcsek határozták meg, szövegét és rendjét, azt az akkor is mondhatja idegen nyelven, hogyha egyedül imádkozik, mert azok annyira fixek, és hogy az olyan, mintha közösség részeként mondaná őket, akkor is, hogyha egyedül mondja. Tehát többféle vélemény van a gyakorlatban ennek kapcsán. De minden esetre a Talmud folytatja, és azt kérdezi, hogy én melachen soreszt meg kirimbi lassan arámi? Tényleg az arkangyalok nem ismerik az arámi nyelvet? A hatányi jöhengai gaddal, sem a bászkönbészek édesek egy dasim. Azt olvassuk, hogy Johanán főpap egyszer Jom Kipurkor a Szentek Szentjében volt, és ott hallott egy égi hangot, nyilván az angyaloknak a hangját, amelyek egyfajta látomásként jeleztek neki valamit, ami egy másik távoli országban történt ugyanabban a pillanatban. Mit mondott ez az égi hang? Natszhu tálja, de azlulá gaha karvulánta hája. Győztek a fiatalok, akik elmentek harcolni Antiochába. Antiocha az a mai Törökország területén egy görög város volt, és a hasmoneusok ifjai harcolni mentek oda, és a háború maga Jom Kipurkor volt, és Jom Kipurkor nyerték meg a harcokat, akkor ugye még nem voltak kommunikációs eszközök, így az angyalok tudatták Jöjhanan főpappal a Szentek Szentjében ezt, és milyen nyelven mondták ezt? Arámiul. És egy másik hasonló történet, egy másik főpappal, Simon a Czadikkal, aki ugyancsak a Szentek Szentjében hallott egy égi hangot, amelyik úgy szólt, hogy te lesz a vidata, de amár színe láj, tajál, hely, hala. Megszűnt a világból annak az ereje, aki gyűlölt minket, és azt mondta, tegyünk bálványt a szentébe, Nerág Gaskalagos Batlugrég Rajszov. Meghalt Gaskalagos görög király, és rendeletei elévültek. Ugye, ő egy zsidó ellenes, vallás ellenes rendeleteket hozó király volt, és az, hogy ő meghalt, azt is a Szentek Szentjében tudta meg az égi hangból Simon a Czadik. Amikor ezt megtudta, Kaszva Isz és Save Kivnu, gyorsan leírták, hogy pontosan mikor hallotta ezt a hírt, lassan Rámi, Kivnu, és kiderült később, hogy azban az órában, amikor ezt hallotta Simon a Czadik, pontosan abban az órában halt meg valóban Gaskalagos. Nos, ez a történet is úgy hangzik, hogy arámi nyelven volt az, amit az égben az angyalok mondtak. Ibai szíma, bászkal sájn, nédeles, múlján vida. Azt mondja, Talmud, akkor az hogyan lehetséges? Most csak mégis tudnak arámiul az arkangyalok? Azt mondja, Talmud, az egyik lehetséges válasz az, hogy itt ugye arról van szó, hogy ők mondtak valamit, üzentek valamit a földieknek. Akkor, ha ők üzennek, akkor azt olyan nyelven mondják, amit mindenki ért. Tehát ezért mondták arámiul. A másik, amiről mi beszéltünk, az volt, hogy milyen nyelven szeretik hallani az imát. Az nyilván nem arámi. Az egyik lehetséges válasz. Viboj szíma, egy másik lehetséges válasz. Gabriel hajad, amir már bo Gabriel, limdő is hívim lassan. Másik lehetséges válasz, hogy Gabriel arkangyalról volt itt szó. Ő volt az, aki ezeket az üzeneteket hozta Rabbi Jochanannak, és bocsánat, Jöjhanan főpapnak és Simon a Czadiknak, és Gábriel arkangyal bizony sok nyelven beszélt. Azt mondja a Talmud, megyünk tovább. Ja, onnan tudjuk, hogy Gábriel arkangyal sok nyelven beszélt. Onnan, hogy van egy olyan midrás, hogy József, amikor alkirály lett Egyiptomban, akkor maga Gábriel arkangyal tanította meg a
a világ népeinek 70 nyelvére, azért, hogy minden nép felé az egyiptomi birodalomban legitim vezetőként fogadják el. Nyilván, hogyha Gábriel megtanította a 70 nyelvre, akkor maga Gábriel is tudta, ismerte a 70 nyelvet. Mirkeszem mazzin, de szívem, háltam össze, vattam, vagy áhtam össze, mert egy kelkobe, ha lassan, és álltam, mert varech. Következő dolog, amit a Misna mondott, az volt, hogy az asztali áldást is héberül kell, bocsánat, bármilyen nyelven lehet mondani. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mert az asztali áldás, az étkezés utáni asztali áldás szövegét, vagy azt a kötelességét, azt ugye onnan tudjuk, hogy a Tóra Mózes 5. könyvében azt mondja, és ettél, és jól laktál, és áldottad az örökkévaló Istenedet, bármilyen nyelven, amilyenen lehet áldani Istent, tehát bármilyen nyelven mondhatod. Következő dolog, amit is mondott, Suasa Eidus, hogyha valaki esküdt tesz, mint tanú, akkor azt bármilyen nyelven, ha teszi, ha az az eskü hamis volt, akkor bűnös. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Dich szíve nefeski szechtav a samakal alla, hiszen mivel a Tóra úgy fogalmaz, ha egy ember vétkezik és hallja az átkot, ugye ez a hallja az átkot, ez a annak az átkát, hogy hamis esküvel esküdött, de a hajjab, hollosön sése mász, az arra utal, hogy bármilyen nyelven, amit hall, amit ért, hogyha ez olyan nyelven tette az esküjét, akkor az hamis eskü kategóriába tartozik. A következő dolog, amit is mondott, Suhaszapi Kadain, ha egy záloggal kapcsolatos bánásmód, tisztességes bánásmód kapcsán tesz esküt valaki, és az az eskü hamisnak bizonyul, akkor bármilyen nyelven tette azt az esküt, az eskü volt, tehát vétkezett, hogyha hazudott. Ászja szechta, szechtom és vaszeidusz, ezt ugye egy párhuzamba vonjuk az előzővel, a tanúvállomással kapcsolatos esküvel. Mind a kettőnél, ha vétkezik kifejezést használja, így aztán ugyanúgy, ahogy a tanúvallomás esküje az az olyan eskü kell, hogy legyen, ami egy bármilyen nyelven lehet, ugyanígy a Suhaszapi Kadain, a záloggal kapcsolatos, zálogba helyezett tárgyal kapcsolatos dolog, esküje is bármilyen nyelven lehet. Utána Misna rátér azokra a dolgokra, amiket viszont kifejezetten héverül kell mondani, de élő nem römbilosnak könyves, és felsorolja mikra bikurim, halica, például zsengék felajánlásánál mondott vallomás és ima szöveg, az a szentében az héberül kellett, hogy legyen a halica sógorházasságot felvontó halica szertartás héberül kell, hogy történjen. Akkor nézzük sorra. Mikrabi kurim kétszát. Honnan tudjuk, hogy a zsengék, a hét izraeli szentföldi gyümölcsből hozott zsengék felajánlása, az a felajánláskor mondott szöveg, amit ugye Mózes 5. könyvének 26-os fejezetében találunk, ez kifejezetten héberül kell, hogy legyen. Ugyanis azt mondja ott a Tóra, a Niszava Márta Liknál sem előkeha, és válaszoltál, és mondtad ott az örökké, vagy és válaszolj, és mondjad ott az örökké való színe előtt. Ugye? És aztán leírja, hogy mit kell ott mondani a szentében, amikor a zsengéket felajánlod. Ule Hallenoi, miért van a Levin Bamruel Kalis Israel? Majd később, amikor a Jordán folyón átkelnek a zsidók, és ott felállítják a nagy oltárt, amire fölírják a Tórát 70 nyelven, és előtte pedig a Grizim és a Éval hegynél részt vesznek egy szertartásban, ahol a papok áldást és átkot szórnak rájuk. Ott is azt mondja a szöveg, ve annu a levin, ve amru, és válaszoltak a léviták, és mondták minden Izrael minden fiához.
itt is a válaszolták és mondták kifejezés van. Mánia, Murala, Hálombe lassan a könyves, Afkámbe lassan a könyves. Ugyanúgy, ahogy ott a léviták esetén ez a válaszolták és mondták, ez arra utal, hogy mindenképp, hogy héberül történt a dolog. Ugyanígy a Bikurim a zsengék felajánlásánál szereplő válaszolták és mondták, ugyancsak arra utal, hogy héberül történt mindez. Vagy héberül kell, hogy történjen mindez. Ugye Vimgu Fájumin nálon, a lévitáknál maguknál honnan tudjuk, hogy a válaszolták és mondták, az héber. Ászja kalkalmi műsök, szív hakakal, remek szív haszalmi műsök, dáber velem, előkim jön, nem dobek el, azt jelentóra. Azért, mert itt is már a léviták Grizim és Éválhegyi szertartásánál, úgy Mózesnél a 10 parancsolat történetében szerepel a hang kifejezés. Azt mondják a léviták az Évál és a Grizim hegynél, és válaszoltak a léviták és mondták nagy hanggal. Mózesnél pedig az van írva a tóraadás, a 10 parancsolat kinyilatkoztatásánál. Mózes beszélt és Isten válaszolt nagy hanggal. Ugyanúgy, ahogy itt a kinyilatkoztatásnál Isten héberül mondta Málahállam lassan a köides, Afkám lassan a köides, ugyanígy a lévitáknál is héberül hangzott az el, a nagy hang, a hang az hébert jelent. És innen pedig azt tanuljuk, hogy a Bikurim, a zsengék szertartásában is héberül kell mondani. Halica 200, utána szó van arról, hogy a halica, a sógorházasságot felvontó szertartás is héberül kell, hogy történjen. Mit jelent ez? És akkor itt a Talmud hoz egy vitát a bölcsek és a Jehuda között, hogy a bölcsek szerint a halica a sógorházasság felbontásánál is ott van az a kifejezés, hogy anszave amra és válaszolt és mondta. Tehát, hogy az asszony majd hogyan kell, hogy mondja, amit mond a sógornak, és válaszolja, és mondja. Ugyanúgy, ahogy a lévitáknál is ott van, hogy és válaszoltja is mondja, és válaszolták, és mondják, ahogy a lévitáknál az héber, a halicánál is héber, mert azt mondta Rabbi Jehuda, hogy ez nem így van, mert önmagában az, hogy a szöveg azt mondja a sógorházasság felbontása a halica kapcsán, hogy kaha így legyen, így, szerintem, hogy héberül, ahogy itt most olvassuk. Vera bonnan, háj, kaha, mája, videlé, a bölcsök mit kezdenek az, ezzel az ígyjel? Mi baj, léj, hú, le, davarsó, májszem, akev. Ők azt mondják, hogy az így, az nem a szövegre utal, hanem arra, hogy a szertartást, a halica szandál levételét, és itt az a szertartás, amivel felbontódik a sógorházasság, azt így kell csinálni, magyarul így, ha bármiben eltérünk a szertartásban, az ígytől, attól, ahogy az így szerepel a Tórában, akkor az egy érvénytelen szertartás lesz. Rabbi Jehuda, mikoj kaha. Mit fog erre mondani Rabbi Jehuda? Azt fogja mondani, hogy szerinte a kaha szó az magában foglalja az így, koj, és így, kaha. Ugye a héberben a kaha is így, de a koj is így. És hogyha akkor ezzel az extra kiegészítéssel, hogy kaha, nem pedig csak kaj, szerintem az elég arra, hogy részben arra tanítson, hogy héberül kell, hogy legyen a szöveg mondva, részben pedig arra, hogy a szertartás menetrendjétől nem lehet eltelni. De rabbanan, kaj, kaha, másfaléú, a bölcsök szerint ez így nem elég. Szerintük mind a két dolgot nem lehet ebből az egy kifejezésből tanulni. Rabbanon háj van szava amra májmi bajléjú. Rabbi Huda háj van szava amra májmi bajléjú. Mit fog mondani Rabbi Huda az és válaszolta és mondtára, amiből ugye a bölcsek arra következtettek, hogy héberül mondja a szöveget a halicza szertartásra a nő, de ugye Rabbi Huda szerint erre nincs szükség, hiszen a kaha az már erre utal. Mi bajlélág murilele vujim, de lassanak a édes, vagy lassanak a édes. Azt mondja, szerinte ez pont ahhoz szükséges, hogy tudjuk, pont fordítva, a halica történetében látjuk, hogy héberül kell, hogy legyen, és innen tudjuk, hogy a léviták a Éval és a Grizir hegynél tartott szertartása is héberül kell, hogy legyen, mert itt is az van, hogy van szöve, amire hogy a nő válaszol és mond, és ott is az van, hogy a léviták válaszolnak és mondják. Lélef kalmi ma is-e? Miért nem tanulja ezt? Rabbi Huda, csak úgy, ahogy ezt az előbb mondtuk,
hogy a hang, a nagy hang, amit Mózesnél is szerepel, nia-nia gamir, kal-kal, lai-gamir, mert ő ezt a válaszolta, azt egy ilyen speciálisabb kifejezésnek találja, és azért azt inkább gondolja, hogy abból lehet egy ilyen párhuzamot vonni. A nagy hang, vagy a hang az szerintem nem elég ehhez. Tányanámi hachrem judaim, mert kalmakam is nem már kai, kacha, nilván, mira, én erdvesen kaides. Egy másik helyen is tanultuk, hogy Rabbi Huda azon az állásponton van, hogy bárhol, ahol kai és kacha, vagy válaszolta, tehát így, vagy válaszolta és mondta, kifejezések vannak, az arra utal, hogy ezek héberül kell, hogy legyenek. Koi, koi, sze, varku, kocha, de halica. Például a koi így, az szerepel a kohaniták áldásában, az is héber. Kocha így szerepel a halica, a sógorházasság felbontásának a szövegében. A nyilván mira, és válaszolta és mondta, az pedig a léviták szertartásának kapcsán, az Évál és a Krizim hegynél szerepel. Rachaszöt valasz kétszán. Megyünk tovább, és ugye rátérünk a Misnában arra, ami arról szól, hogy amikor a zsidók átkeltek a Jordán folyón, akkor majd az Évál és a Krizim hegynél 6 törzs föl kellett menjen az Évál hegyre, 6 törzs a Krizim hegyre. A kettő között pedig ott álltak a léviták és a kohaniták és a fridláda, és átkolt és áldást mondtak a zsidókra. Tanulában on Halloi heima be ivele járden, me ivele járden le élek, divre Rabbi Huda. Rabbi Huda szerint, amikor a Mózes 5. könyvében előre vetíti, hogy mi fog majd történni, és hogyan kezd a szertartást csinálni, a Grizim és az Évál hegynél, akkor azoknak a helyét úgy határozza meg a Tóra, Mózes 5. könyve 11-es fejezet 30-as mondat, hogy heima be ivere járden. Hát azok, íme azok a Jordán folyó túloldaján vannak. Me ivere járden be élek, de brev juda. Szerinte ez azt jelenti, hogy a Jordán folyó túloldalán, a Jordántól arrébb. Szerinte ez a Grizim és Évál hegy, ez a Jordán folyótól arrébb van. Achré derechme vajasemes, makömsá hámozói ráhász. Ugye úgy folytatja a mondat, achré derechme vajasemes, a nap mozgásának útja után, vagyis, hogy nyugatra, ott, ahol a nyugat lenyugszik, a nap lenyugszik, Veresek Nánia Jöjsébárava, a kánaniták földjén, akik a síkságon laknak. Mit jelent ez? Éluhár, Grizimbár, Éval, Jöjsébár, Kutim. Ez a Grizim és az Éval hegy, ahol majd később a somraniták is laknak. Múla Gilgal, Gilgaltól szembe, Szamukla Gilgal, a Gilgalhoz közel. Éjtszelelőinél majdre, a Móre fensíkjánál, mi ez a Móre fensíkja? Ez Shem. Honnan tudjuk, hogy a Shem? Ula hallanó imeve jávra arec ádmakem Shem ádelem majre. Mert Mózes első könyvében azt szerepel, hogy is Ábrám átment Shem mellett egészen Móre fensíkjáig. Májlan a Móre amúrla hallan Shem, Afkán Shem. Ugyanúgy, ahogy Ábrámnál a Móre fensíkja a Shemet jelent, ugyanígy Shemet jelent itt is. Tehát Rabbi Huda az az ásponton van, hogy a Grizim és a Éval hegy, független attól, hogy ma, vagy már az ő idejükben is volt egy közismert Grizim és Éval hegy, az nem feltétlenül bizonyíték még az arra, hogy ez ugyanaz a Grizim és Éval hegy, amiről a Tóra beszél, hogy majd ott a léviták mondják az áldást és az átkod. Szerinte ez a Shem melletti Grizim és Éval hegy, ami kicsit távolabb van a Jordán folyótól. És ennek kapcsán megjegyzi Amelebi Lazabrebi Jészibi Davarzezi Jafti Szifré Kuti. És azt mondta Rebi Lazabrebi Jészi, ebben a dologban láttam, hogy a somroniták könyvei hamisak, a Mártilam Ziáftem Tirászkem, Lejjeszem, Jethem, Klumus, Átem, Ömrim, Elaine, Mareshem. Azt mondtam nekik,
ti meghamisítottátok a tórátokat, és kiderült, hogy nincs a kezetekben semmi, hiszen ti azt mondjátok, hogy more síkság a Shem, ávsalnú moidim se leinni more Shem, annél a nobegzére save. Mi is egyetértünk azzal, hogy az a more síksága a Shem, de mi annul a magnóhú végzére sova, mi ezt egy a Tóra szövegének hasonló kifejezéseiből vezetjük le. A tembe málimáttem, de ti, aki nem hisztek a szóbeli tanban, és nem hisztek abban, hogy lehet ilyen párhuzamokat vonni különböző kifejezések között a Tórában, mire alapozzátok, hogy a more fensíkja a Shem, és erre ugye építették azt a somroniták, akik ott laknak a Grizim és az Éval hegynél, hiszen az maga Somron, Szamária. Mire építitek, hogy az, ami a Éval és a Grizim hegy, ami a Tórában van, az az Éval és a Grizim hegy, ahol ti is laktok, ami ugye Shem mellett van, mi nekünk van, mire építenünk, mert mi hiszünk a szóbeli tanban, de ti nem. Oké, mindesetre ez Rabbi Júda véleménye, aki szerint az Éval és a Grizim hegy, ez a Shem melletti Éval és Grizim hegy, amit ma is annak nevezünk. Rabbi Lazar szerint viszont ez nem ugyanaz az Éval és Grizim hegy, hanem az Éval és a Grizim hegy, amiről a Tórában van szó, ahol a léviták az áldást és az átkot osztották, az közvetlenül a Jordán folyó mellett van, a Jordán túloldalon, nyugati partján. Rabbi Lazar ammár előhéjim a bévere járden, szamuk le járden, de ímévere járden, ve élek. Mert hogyha ez nem ezt jelenteni, hanem a Jordán folyótól távolabb, előik szíva, ha jobb ebrechem ezt járden, akkor nem lenne értelme annak, hogy annak a mondatnak, ami később írva van, de ha jobb a avrechem ezt járden, hogy nem is később, hanem magában már a Tórában írva van, hogy mikor vagy hogyan kell csinálni ezt a szertartást a lévitákkal, hogyha majd átkeltek a Jordán folyón, állítsatok föl nagy köveket, az Éválhegynél, stb. Ugye ott úgy tűnik, mintha azon nyomban, hogy átkeltetek a Jordán folyón, csináljátok ezt a szertartást. Tehát, hogy rögtön, és nem távolabb sem mellett. Áhléverek vagy a semes, mokömság, hámosség, ház. Mit jelent akkor Rabbi Lazar szerint, hogy azután, hogy a nap lenyugszik, tehát, hogy mintha távolabb lenne, ahogy ezt ugye az előző véleményben Rabbi Huda is magyarázta, azt mondja, nem, ez nem ezt jelenti, csak azt jelenti, hogy a nyugati partján, a Jordán folyónak. Berecek náni, erec hivihi. A szöveg is azt mondja, hogy a kánaaniták földjén, igen, ez a hiviták földje, aki egy volt a kánaanita népek között. A jöjsev bár rova, amelyik a síkságon lakik, valójában harimug varajszém jöjsvim. Mi az, hogy síkságon laknak? Ez nem síkság, hanem hegyek és völgyek helye. Mulagilgal, a Gilgállal szemben, valahogy Lajrahosz a Gilgal, de ez szerint ugye nincsen, nem volt ez azért annyira közel a Gilgálhoz. Lezeben nyákjában, mert Lajba, Koszvel, Lászlám, Derekbe, Sniak, Derek, Sajnában is Sajna. Azt mondja a szöveg, azt mondja, Lezeben nyákjában, hogyan lehet ezt elmagyarázni, hogy itt már nem a Grizim és az Éválhegy helyét mondja, hanem azt, hogy később hogyan menjenek, hogyan folytassák a bejutást a kánaaniták földjére, hogyan csinálják a honfoglalást. Ugyanúgy, ahogy amikor kimentek Egyiptomból, akkor egy felhővel adott nekik útmutatást, vagy egy felhőoszlop vezette a zsidókat, itt már ugye nem lesz felhőoszlop, és ezért Isten egy tanácsot ad nekik ezzel, Mózes egy tanácsot ad nekik ezzel, hogy hogyan törjenek be a kánaaniták országába. De ez már nem a szöveg előtti részhez tartozik, ahol a Grizim és az Éválhegy helyét határozza meg. Derech bederech lehu, löjbesz radimak ukramim. Az úton, ugye az a nap lenyugvásának útja, az azt jelenti, hogy úton menjetek, és ne pedig földeken és szöllőkön át. A jöjsev, vigyi sivu lehu, löjbe mit varész. A nép, amelyik ott lakik a síkságon, az azt jelenti, hogy ott menjetek, ahol emberek laknak, és ne pedig
sivatagban. Bár rava, síkságban, rava léhomulajban, hanem még vajsz, síkságon menjetek, és ne pedig hegyen és völgyen át, mert akkor el fogtok fáradni. Tehát Rebezim Jákő szerint így akkor kijön a szöveg értelmezése, mert itt már nem a Grizim és az Éval hegy helyének a meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan kell a Szentföldöt elfoglalni.